Bocsánat, hogyha nem tűnök egy kicsit izgatottnak, ezt a videót harmadjára próbálom felvenni, mert mindannyiszor kompromittálódnak a felvételém, nem tudom mi a tosz van a kamerával, úgyhogy harmadjára fogom felolvasni ezeket a kérdést, és harmadjára fogom megválaszolni, úgyhogy nekem nagyon jó lesz, viszont így legalább be lesz pörgetve egy kicsit, mert már legalább tudom, hogy mit szeretnék mondani. Úgyhogy igazából csapjunk is bele, ez egy kérdezfelelek lesz, kérdeztelek benneteket a közösségi tabon, a community tabben, hogy amit szeretnétek, mondjátok, és ezekből válogatok most itt, úgyhogy ha kíváncsi vagy rá, akkor ne kattints sehova. Mókás 22 éves lesz az első kérdés. Szerinted vannak olyan könyvek, amelyeket mindenkinek el kellene olvasnia legalább egyszer az életében, és hogyha van ilyen, akkor melyek azok? Na már most én ilyen önsegítő jellegű könyveket nem nagyon szoktam olvasni, ez nem az én stílusom. Viszont hoztam nektek kettőt, ami szerintem érdekes olvasvány valamilyen szempontból, viszont teljesen egymástól nagyon távol álló két dolog. Az egyik Robert Merlétől a Mesterségem a halál. Ez egy 1980... Erre nem emlékszem. 87-es kiadás, ezt még annó nagymamámnak a könyvespolcáról túrtam gimiben, és nagyon érdekesnek tartottam, mi ezt nem olvastunk, nekünk nem volt ez kötelező, meg ilyen ajánlott irodalom. Elolvastam, és nem tudom, körülbelül egy hétig voltam kicsit depis. Zsidókról, haláltáborokról szól, és egy egyéni nézőpontból dolgozza föl ezt a témát, nem pedig a zsidók visszaemlékezései alapján. Hát azért megrázó olvasmány, tehát minden, ami ebben a témakörben íródik, megrázó, de érdekes, hogy pont egy másik szemszögből. És én azért olvasok ilyeneket, és rengeteg ilyen könyvem van, mert engem borzasztóan érdekel, hogy hogyan képesek emberek ilyen undorítóan visszataszító dolgokat tenni, amikről ugye tanulunk, meg amikről majd a későbbiekben tanulni fogunk, mert éppen most történnek. És a mai napig nem tudok erre választ, hogy ezt hogy lehet. Tehát, hogy lehetünk ilyen undorítóak, mint emberek, mi mindenre vagyunk képesek. Úgyhogy, ha ezt még nem olvastad, akkor ajánlom. A másik pedig Bea Johnsonnak a Zero Waste otthon. Én egy jó ideje ráléptem a Problémák meg környezet tudatosabban élni útra, ami nem egy egyenes, kitaposott út, hanem vannak zökkenők, vannak benne kanyarulatok. Mikor megtaláltam ezt a könyvet, ezt borzasztó érdekesnek tartottam, és nagyon jó review-kat kapott, úgyhogy meg is vettem. Ezt a könyvet viszont én inkább úgy ajánlanám, hogyha valaki szeretné a hulladékot csökkenteni, aki szeretne tippeket, trükköket arra, hogy hogyan lehetne egy élhetőbb otthon teremteni, amiben kevesebb a műanyag, kevesebb a szar meg a szemét, akkor tök jó ez a könyv, vagy hogyha nem szeretne olvasni, akkor a Vászonzsákos lány mindenképpen ajánlom, viszont sokan abba buknak bele, amikor ezzel próbálkoznak, hogy hirtelen akarnak nagy változást végrehajtani, és hogyha nem sikerül, akkor úgy érzik, hogy ők elbuktak, és ők szaremberek. Na már most ez nem így működik. Ez a könyv, ez arról szól, hogy a nő hogyan próbálkozik, milyen dolgokkal próbálkozik, mi az, ami bejön, mi az, ami nem. Viszont nem fog mindenki vászonzsákos lány szintre menni a hulladékmentességgel, hiszen sok minden kell ehhez az elköteleződésen kívül is, és például egy koleszosnak, aki ott csak itt négy másik emberrel együtt hiába mondott, hogy mit tudom én, komposztáld a kajamaradékot, hova kurva anyámba rakja azt a komposztért, a szobába, tehát ugye ez nem teljesen működik, úgyhogy meg kell találni azokat a lehetőségeket, ami az életstílusunkhoz, a pénztárcánkhoz, a lakáskörülményeinkhez legjobban illeszkedik, és a leginkább elsajátítani. Én is próbálkozok vele. Igen, nem mindig sikerül, ezzel nem kell kiakadni, viszont igenis fontos, hogy a saját karbonlábnyomunkat is csökkentsük, amennyire tudjuk, és igenis próbáljunk meg lehetőleg környezettudatosabban élni, amennyire csak a környezetünk, a pénztárcánk, meg az egyéb lehetőségénk engedik. És most vettem két új könyvet, és mint minden rendes könyvolvasós ember, van a új könyvek kupac, és az, amit már megvettem egy ideje, de még nem olvastam el, könyvkupac. Szeretjük. Az egyik a Mit tenne de Beauvoir, ő egy OG feminista hölgy, írt könyvet is, és ennek a könyvsorozatnak az a lényege, hogy
mai modern mindennapi kérdésekre egy valamilyen nézőpontból ad választ, ez most éppen egy feminista nézőpont, baromi érdekesnek tűnt, így a premissze alapján, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. A másik pedig Mikki Kendallnak a szemellenzős feminizmus. Én úgy vagyok vele, hogyha, és ez egy jó tipp bárkinek, akárkinek, tök mindegy, hogy te milyen politikai oldalban hiszel, mozgalomban hiszel, dologban hiszel, vagy vallásnak a tagja vagy. Nagyon-nagyon fontos, hogy azon kívül, hogy oké, megvan, hogy adom a saját példámmal, hogy én a feminizmusban hiszek, szerintem a feminizmus jó dolog, és ez, meg ez, meg ez, meg ez, de, nagy de, aláhúzva fölkiáltójel pirosan, nem csak, hogy muszáj meghallgatni, hogy mondjuk egy ellentábor mit mond erről, hogy szerintem miért baromság, miért rossz, miért izés, meg kell hallgatni ezeket a tévhiteket, hogy el tudjuk azokat oszlatni, meg kell hallgatni azokat a hangokat is, amelyek kritizálják azt az adott mozgalmat, vallás, politikai oldalt. Mert ebből lehet tanulni. És számomra ez a könyv, ez most például ilyen lesz, és ez arról fog szólni, hogy például kiket hagyott ki a feminizmus, hol vannak vakvágányai, erről szeretnék majd egy videót készíteni amúgy, mik azok a részek, ahol tök jól működik, mik azok a részek, ahol teljesen eltért az eredeti gondolatmenetről, stb. És ezt igenis meg kell hallgatni, fel kell fogni, és tenni kell ellene, hogy az az adott mozgalom, amiben én hiszek, az még jobb tudjon lenni. És ez a könyv majd ebben fog segíteni, úgyhogy tök mindegy, hogy te bármilyen politikai, vagy társadalmi, és stb. Mozgalomban, vallásban hiszel, meg kell hallgatni az ellentábort. És lehet, hogy csúnya gonosz dolgokat fognak mondani, és rengeteg a tévhit, de ugyanúgy, ahogy én is leülök, akár itt videóban, akár bárkivel élőben is beszélek arról, hogy nem, a feminizmus nem férfi gyűlölet, nem akarunk benneteket kiirtani, nem akarunk uralkodni rajtatok, és elmondani ezeket a dolgokat. Meg kell hallgatnom, mert hogyha 100-ból 90 ember azt hiszi, hogy a feminizmus férfi gyűlöletről szól, akkor ott valami elment, ott valami el van baszódva, és meg kell nézni, hogy hol basztuk el, és azon javítani. És ezt ajánlom mindenkinek, mindenkor. Bella kérdezi, nagyon érdekel a történelem, annyira, hogy mostanság egyre többet gondolkozom azon, hogy Terivel szeretnék a későbbiekben is foglalkozni. Jelenleg gimnáziumba járok, és ha jól tudom, te Szegedre jártál egyetemre, tudod-e esetleg ajánlani, mik a tapasztalataid a képzéssel kapcsolatban? Itt el fogom venni a kedvedet, ez sajnos egy ilyen dolog. Töriben megérni kurva nehéz. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Nekem itt Szegeden nagyon-nagyon jó élményeim vannak, nekem ez az 5 év, amit Töri szakon töltöttem, ez egy ilyen pozitív visszaemlékezés lesz majd a későbbiek során is, meg most is az. Jó tanáraim voltak, jó osztálytársaim voltak, akkor ez is egy darabig jó volt. A BTK-s bulik nagyon adják, tehát hogy a könyvtárat imádom a mai napig. Tényleg van egy ilyen tök jó hangulata magának az egyetemi épületnek, ahol a bölcsészkar található. Tehát hogy tényleg egy szuper dolog, kevés a gyökér tanár, inkább érdekes, meg jó fej tanárok vannak, nagy szaktudással. De az elhelyezkedés lehetőségek gyatrák. Úgyhogy ha valaki arra adja a fejét, hogy ő történész lesz, hogy bármi ezzel kapcsolatos dolog, amiről mindjárt beszélek, ahhoz nagyon-nagyon komoly elhatározás kell. Tényleg nagyon-nagyon komoly elhatározás, mert csak Szegedről éves szinten alapszakon ön 50-80-an végeznek. Attól függ, hogy mennyi megy ebből tanárnak, mert a másfél év után, vagy valahogy így választhatsz, hogy te szakosodsz tanárnak, vagy te történész akarsz lenni. De történészből is, ha évente 50 végez, az sok. És ez csak Szegeden. Csak ott az összes többi egyetem. Erre a legtöbb egyetemi képzésen, ahol van, mit tudom én, BTK, ott van történész szak. Tehát, hogy kurva sokan végeznek, és nem lesz minden kikutató történész. El tudsz menni töri tanárnak, nem kell hozzá tanári képzés, hiszen amúgy is kevés a tanár, és tény, hogy nem valószínű az, hogy pont töri tanárból lesz hiány, mert a reál szakok sokkal inkább elszenvedik ezt, a matek, fizika, biosz, kémia, de simán lehet, hogy te pont egy olyan helyen találsz munkát, ahol pont töri tanár hiányzik. Dolgozhatsz múzeumban is, nem kell feltétlen muzeológusi képzést elvégezni, ha bár van egy külön ilyen is. Néprajzzal is foglalkozhatsz, ha bár nem kell feltétlen külön néprajzot elvégezni ehhez. És lehetsz oktató
egyetemen, tehát tényleg kutató, vagy például történelmi magazinba, cikkíró, tehát hogy vannak opciók, csak a helyzet az, hogy kevés. Nagyon-nagyon-nagyon kevés. És hogyha egyetemi oktató szeretnél lenni, ami az én elsődleges célom volt, akkor ahhoz minimum PhD-re van szükséged. A PhD szintén egy nagy elköteleződés, mert mégiscsak egy kibaszott doktori címet akarsz szerezni, tehát hogy az nem osztogatják csak úgy, és attól függ, hogy milyen korszakra szakosodsz, egy csomó nyelvet kell megtanulni. Tehát én például ókortörténész végzettséggel rendelkezem, tehát ókor szakirányon végeztem. Nekem a PhD-hoz két középszintű nyelvet, vagy egy ilyen C1-es magas, az hogy hívják, anyanyelvi szintű nyelven kellett beszélni, és egy holt nyelvet hozzá, ami ógörög vagy latin, attól függ, ugye, hogy te melyik korszakot kutatod. Ha középkoros vagy, akkor biztos vagyok benne, hogy a latin kötelező, tehát hogy ez kihagyhatatlan. Nem tudom, újkor, szintén angol, német, francia, azért ezek így alap, főleg, hogyha Európát kutatod, ez így alap, hogyha meg mit tudom én, Kínára akarsz szakosodni, akkor fucking kínaiul meg kell tanuljál, mert egyszerűen a forrás, az eredeti forrás, azon a nyelven kell olvasnod, mert a fordítás fordításnak a fordítása az bődület, tehát nézzétek meg a Bibliát, itt tökéletes példa erre, hogy az úgy nem lesz jó, és tudnod kell az eredeti nyelvet, és mivel én Egyiptomra akartam szakosodni PhD-n, hogy én lehessek az, aki Szegeden Egyiptomot tanít, mert senki nem tanított előtte, meg nem tudom, hogy azóta van-e valaki. Nekem például hieroglifírás meg kellett volna tanulnom, koptú meg kellene tanulnom, ugye, amit egyiptológia szakon tanítanak, ami csak Pesten van, amire én nem mentem, mert nem vettek fel. Mert volt majdnem 400 oda a pont határ. Ugye ehhez tényleg egy nagyon komoly elköteleződés kell, és ha tegyük föl megvan, azért ne várjál nagy fizetést. Tehát ez a szakma sajnos ilyen. Nekem a másik ötletem az volt, hogy múzeumban én imádtam tálat vezetni. Figyelj, itt a Szegedi Múrában kurva jó kiállítások szoktak lenni. A Pompe is kurva jó volt indiános vagy nyugatos is kurva jó volt, most kínai agyakkatonások, kurva jó. De hát nem tudtak engem pénzért fölvenni. Agyon voltam dicsérve. Agyon. Imádtak. Mindig hívtak. De csak hogy ingyen munkába. Mert nem tudtak volna fizetni. Pedig konkrétan tökéletes voltam az állásra. Tehát a szakmai végzettségem is megvolt, az előadókészségem is megvan, élveztem is csinálni, a visszajelzések is kurvák voltak. Csak hát szopó, nincs rá pénz. Úgyhogy nem elkeseríteni szeretnélek, csak tudd, hogy mibe kezdesz bele. Sajnos sok olyan van, aki álmodozik egy szakmáról, és amikor ténylegesen oda kerül, akkor ez a nem gondoltam volna, hogy ez van, és a bioszakosok járnak így nagyon sokszor, hogy kitaláljuk, hogy ők mit szeretnének lenni, ahhoz biológiát kell elvégezni, és amikor be kell tanulni 800 millió fajta gombát, és képről felismerni, és rögtön rávágni a magyar meg a latin nevét, ott a legtöbben elvéreznek, hiszen hát te nem ezt szeretnéd, csak hát ez kell hozzá, úgyhogy ezt mindenképpen vedd figyelembe, és tényleg akkor menj egy töriszakra, hogyha tényleg nagyon elkötelezett vagy. Kapcsolatokat kell építeni, OTDK-n részt kell venni, cikkeket kell írni, csinálni kell, nyomni kell. Az egy dolog, hogy nem fogják ezt eléd rakni, de amikor elmondod valakinek, hogy tanárnő, engem ez érdekel és szeretném, nem nagyon fognak úgy nyomni meg segíteni. És nem azért, mert getik, hanem mert csak szimplán nagyon nehéz. És én nagyon-nagyon örülnék, hogyha neked sikerülne, mert nekem nem sikerült. Én látjátok, teljesen más irányba orientálódtam, de én se tudom magamból kivetkőzni ezt a töri szeretetemet, tehát hogy nekem is muszáj valamilyen módon ezt, ha más nem egy töri time keretén belül ezt prezentálni nektek. Az a baj, hogy sajnos az ilyen. És hogy elvegyem egy picit még mások kedvét is, én ugye elvégeztem egy programtervező informatika szakot is, nehogy azt higgyétek, hogy ott könnyebb elhelyezkedni. Tehát, hogy oké, hogy én jelenleg nem programozóként dolgozok, hanem én tesztelő vagyok. Quality assurance. De függetlenül attól, hogy tele van az internet, hogy tesztelőt keresnek. Szakmai gyakorlatra is nehéz elhelyezkedni. Fejlesztőként is nehéz elhelyezkedni, mert senkinek nem kell a pályakezdő.
mindenkinek a már medior, de inkább senior kell, hogy odaül, azt csinálja. Az, hogy jaj, még el kell mérezni, még nem biztos, hogy használt ezt a technológiát, senkinek nem kell. Úgyhogy amíg nem jutsz el mediori szintig, addig ez kurva szar. És nagyon nehéz. És voltak olyan osztálytársaim, akiknek nem volt szerencséje, de most képzeld el, hogy te vagy a legjobb a csoportban, te tényleg vagy olyan jó, mint akik az egyetemi képzést végzik el, és ők nem találnak állást. És azért csúsznak egy fél évet. Nekem meg mákon van, és nem voltam, nem vagy a legerősebb gyerekek közé. Én egy erős közé. Tehát nem voltam gyász, de azért a jó se ilyen. És nekem mákon volt, és én el tudtam időbe végezni, és én el tudtam helyezkedni. Ők meg nem. Tehát, hogy kurva nehéz a pálya kezdő gyerek. Fú. Nehogy azt higgyétek. Nehogy azt higgyétek, hogy könnyű. Szerencse, ismerősi kör, nagyon sok teperés. De ha egyszer bent vagy, fú, akkor onnastól easy. De bekerülni kurva nehéz. Claudius Ptolemai kérdezi, ezt tetszik a neved. A neked ez történelmi személyiséged van Hatshepsut, akiről a mesteres diplomamunkámat írtam. Róla szeretnék majd egy külön tanítványos videót, mert hát imádom azt a jó asszony pajtás, szerintem zseniális az a nő. Zseniális. Aubrey kérdezi, mit tanácsolnál azoknak, akik most kezdnek bele a cosplaybe? Szerinted vannak olyan eszközök, amelyeket mindenkinek érdemes beszereznie, aki cosplay készítésre adja a fejét? Olyan nem volt, amit megbántam, mert minden egyes eszköz, amit megvettem, az körültekintéssel történt, rengeteg utánaolvasással, review nézéssel, összehasonlítgatással, meg minden egyébben, tehát ilyen nem nincsen. Viszont az a helyzet, hogy a cosplay drága hobbi, egy nagyon jó hobbi, főleg, hogyha kreatív vagy, és szeretnéd ezeket az energiáidat kielni, meg ugye közönség elé menni, nem is, hogyha fellépni, de az, hogy elmész egy konra, és egy csomóan ott vannak, és odajönnek, meg természetesen Insta, TikTok, stb. Viszont ez egy drága hobbi. Nagyon drága hobbi, úgyhogy erre érdemes felkészülni. Hogyha varni szeretnél, ahhoz nem muszáj rögtön varrógépet venni. Jó, hogyha van, nagyon hasznos, nem csak cosplay készítéshez. Tűcérna, kézzel varrás teljesen elegendő. Főleg, hogyha az ember kezdő, és még nem tudja, hogy mit merre, gyorsan meg lehet csinálni, viszont ne vegyél kínaiban, jizkben, meg az ilyen hülye helyeken kapható ilyen kis varószettet, mert szar, semmire nem jó. Az a célna, az abban a pillanatban el fog szakadni. Lehet, hogy valakinek mákja van és tök jó, én nekem van egy, és használhatatlan. Tehát, hogy használhatatlan, nagyon szép, hogyha valami aprót be kell foltozni, oké, de hogy egy rendes varrásra biztos, hogy nem. Úgyhogy egy rendes gombosbótba be kell menni, és rendes varrószélnát kell venni, meg olyan tűkészletet, aminek többfajta luga van. Mert attól függ, hogy milyen vastag szélnát vagy fonalat szeretnél akár hímzés szempontjából használni, nagyobb luk kell hozzá. De egy varrógép hasznos, nekem egy Singerem van, egy nagyon basic darabom, viszont 4 éve megvan, lehet van az már 5 is, és sok mindent volt már, sokszor összevesztünk, de miután rájöttem, hogy mit merre, mit tud, mi az a maximum, meg milyen anyagot, nagyon fasza volt. Ha páncélt szeretnél készíteni, akkor szükséged van egyrészt polifoamra, olcsót az Obiból, drágát külföldről lehet rendelni, én a cosplayshop.be oldalról rendelek, vannak csoportok, akik összedobják, hogy egybe rendelnek és elosztják a költséget, mert a szájtési költségét hagyjuk. Én egyszer szoktam egy nagyobb adagot berendelni, és akkor sírok egy kicsit, de legalább nem kell sok kis adagban, mert tényleg a szájtési költség az nevetségesen drága. Kell egy hőlégfúvó, mert azzal tudod manipulálni magát az anyagot, és azzal tudsz, mit tudom én, hajligatni, meg mit tudom én. Ez egy, úgy néz kint egy kurva nagy hajszárító, maximum 10.000 forint. Ezen kívül semmire ne használd, mert leégeted a bőrt a csontodig. Tehát, hogy elképesztő. Én egyszer egy tized másodpercre véletlenül hozzáértem bőrrel, és még mindig itt van a folt a kezemben, ami nem fog látszódni, de itt van még mindig az égési folt, nagyon durva. Másik pedig egy kézi csiszoló, én egy Dremel márkét használok mindenhol, ezt látni szintén Obi Praktikerbe lehet kapni. Attól függ, miért veszel meg szedbe, veszed el, 25-30 ezer forintnál nem érdemes drágábbat venni. Egy csomó fajta fej van hozzá, és nem csak erre használható, hanem bármilyen kis háztartási kis fúrás-forragás csiszoláshoz jó.
ez a kézi csiszolópapír nem lesz jó, tehát ez csak szétbassza az anyagot. Mivel nagy fordulatszámon gyorsan csiszol, ezért szép munkát lehet vele végezni, és ezzel tudsz mindenféle ilyen mintát is akár belecsiszolni, hogyha jó az ember kézügyessége. Festéknek sima akril festék, vagy valami fújós dolog, ecsettel felvihetős dolog, nem kell túl gondolni. Alapozni meg szimpla faragasztóval szoktam, mert az átlátszó, meg hajlik, nem törik rajta a festék, ezt bárhol meg lehet venni. Összeragasztgatni a polifómot pedig kontakt cementtel, vagy kontakt ragasztóval, attól függően a Patex márkét használom. Borzasztó büdös. Gyerek meg kisállat mellett nem. És bármit csinálsz a polifómmal, ha hevíted, ha csiszolod, ha ragasztod, akkor védőfelszerelés. Mert olyan toxikus. Virág Mazár, melyik konakra tervezeni idén kimenni, és van olyan külföldi kona Viecen kívül, ami szeretnél részt venni. Budapesti komikon a nyáron nagyon szeretnék menni. Tavaszi mondokon az egy olyan 50-50. Külföldi konokon meg nem tudom, Londont akarjuk kipróbálni idén. Nem tudom melyiket, mert ott is, mint Pesten, többféle szokott lenni, de most Londonon gondolkodunk, mert az csak 2 óra repülővel, ugye beszélünk angolul, tehát hogy nyelvileg az jobb, mint Németország, ahol Németország? Ausztria. Ahol mi nem beszélünk németül, tehát kellemetlen. Van olyan fandom, amiből örülnél, ha összejön egy cosplay csapat. Az a bajom a cosplay csapattal, és ezt most ne értse senki félre. Egyrészt kurva nehéz megszervezni egy jó csapatot, mert főleg úgy, hogy mondjuk pont én vagyok a vidéki, tehát általában a többiek bőven pestiek. Nehéz megszervezni, másrészt azt is össze kell hozni, hogy nem csak, hogy a csapat összejöjjön, és senki ne balhézzon azon, hogy ki mi akar lenni, de minőségben is össze kell hozni azt a csapatot. Tehát, hogy nagyon szép, nagyon jó tud lenni, de hogyha nagyon szélsőséges a minőségi megvalósítás csapaton belül, akkor az úgy furcsán fog kijönni. És a képeken is látszódni fog, tehát, hogy muszáj, hogy kicsit ilyen egységesen jó legyen a dolog, míg összeszervezed. Időre meg legyen, mindenki ott legyen, mindenki kész legyen, mindenkinek jó kedve legyen. Én nem. Hogyha van egy tematikus fotózás, és akkor oda lehet menni, és akkor te, van-e kedved közös kép, tök oké, de én nem szerveznék így külön, tehát hogy nekem ez sok meló. Hogyan tudnád elképzelni magad különböző történelmi korszakokban? Én halott lennék, gyerekek. Tehát engem vagy megköveztek volna, vagy mágián égtem volna el, vagy én nagyon örülök, hogy ebben a korban születtem, én egy halott ember lennék, ne aggódjatok. Georgina Fodor, kik azok az online térben, akiktől inspirálódsz? Vélemény nyilvánítás tematikában, amár általán sokszor említett fókuszcsoport, jól van ez így, én nagyon szeretem a srácokat, független attól, hogy persze ők se tökéletesek, nekik is vannak hibáik, szerintem, mint vita, meg téma megbeszélése, pro-kontra érvelés, szerintem az egyik legjobbak jelenleg a neten, és főleg azért, mert mindemellett humorosak is. Tehát, hogy nekem például nagy hibám az, hogy nem tudok vicces lenni. Tehát nem az, hogy nem értem a viccet, mert értem a viccet, hanem amikor én véleményt mondok, az inkább egy indulatos dolog. Tehát én inkább vagyok ilyen puzséros, vagy csideskatás, mint ilyen elviccelgetős, nekik meg ez nagyon jól megy. Nekik ez a balanc, ez kurva jól megy, hogy az egyik egy kicsit ilyen, a másik egy kicsit olyan, és pont passzol, és tényleg ez a tökéletes a harmónia, és valószínűleg ezért is mennek nagyon-nagyon jól. A neten az oktatós jellegűeknél pedig szerintem a tanulom magamat senkinek nem kell bemutatni. Nagyon széles körben készít videókat, érdekes témában készít videókat, nem értek mindig mindenben egyet, mert néha ő is mond véleményt, vagy nem is annyira vélemény, de egy kicsit néha beleszövődnek dolgok, de nagyon jól körüljárja a témákat, mindig vannak források, én az infoboxba, ha nem felejtem el, akkor ott szoktam hagyni, de az, hogy külön ki van emelve, mindig a forrás, utána lehet nézni, lehet fact-checkelni, és nem Wikipedia felolvasás folyik. Szerintem az egyik legjobb. Mit gondolsz arról, hogy a legtöbb helyen vén nélkül kiválthatják az esemény után, itt nálam orvoskönyv felírja? Most beiktathatnék egy fél órás rage-et, aminek nem lenne értelme. Ahogy mi, vagy legalábbis az én közönségem egyet fogunk érteni, hogy ez mekkora egy agyhalál. Tehát ami itt folyik az országban, az egy agyhalál. Tehát, hogy védjük a gyerekeinket, de pedofilokat bújtatunk. Legyél terhes, szűjél csomó kölköt, de semmilyen
segítséget nem adunk hozzá. Ma csokkal kitörölheted a seggedet, bazd meg. És mi is megszopjuk vele, akik nem akarnak gyereket. Tehát bazd meg, hova vegyek lakást, rábasszák a plusz 10 milliót, hagyjál már. Hihetetlen. Hova fog menni az a gyerek óvodába, hova fog menni iskolába, milyen helyen fog az ember megszűrni, mert hogy tanár nincs, suli nincs, a kórházban meg csak meghalni jár az ember, érte gyógyulni biztos, hogy nem. Tehát, hogy elképesztő, és akkor még jönnek ezzel, hogy hú, kiszakad mondjuk a gumi, vagy 8 évig jó volt a fogamzásgátló, és most valahogy nem működik, akkor szopó, így jártál, amúgy nem segítek. Mert ez a kurva gyerek csak addig számít, amíg benne van a terhesnő hasában. Onnastól kezdve, hogy azonnal kijött, old meg. Lehet húzni a strigulát, hogy hopp, plusz egyen nőtt a népesség, és utána dögölj meg. Tehát, hogy... És nem is folytatnám tovább a rage-et, mert nagyon hosszan tudnék erről beszélni, de annyira felesleges, tehát hogy nem bírom. Vivien Gál kérdezi, szerinted ki tudsz tartani Magyarország mellett, vagy előbb-utóbb betelik a pohár, és kiköltöztök külföldre? Hiszel-e abban, hogy Magyarországon a helyzet változni fog? Hát akkor csak rage-leg, gyerekek. Elfelejtettem ezt a kérdést. Nem hiszek. Én egy amúgy negatív ember vagyok, tehát hogy ezt úgy vegyétek tőlem. És azért nem hiszek abban, hogy itt változás lesz, tehát úgy, hogy lesz egy demokratikus választás, és nem a Fidesz fog nyerni, mert egyszerűen más országokban, nemhogy ennek a feléért, ennek a századáért emberek úgy tüntetnek, hogy ég a fél város szó szerint. Nézzétek meg a franciákat. Tanulnunk kéne a franciáktól. Tehát, hogy ha ők tüntetnek, ők nem csak így tüncikéznek, ők fölgyújtják a kibaszott város, és persze nem azt mondom, hogy most gyújtsuk fel Budapestet, érted, de hogy ott oda mennek, azt oda basznak. A nép az egy picit több ember, mint az a, nem tudom, pár 10-20 a parlamentben. És igen, gondolkozunk a külföldön, viszont nekem fáj, hogy a külföldön kell gondolkodni, és ez azért van, mert ha bár nem tűnök nagy hazaszeretőnek, meg nekem egy picit más jelent ez a dolog, erről még nem nagyon beszéltem. Én szeretem, hogy magyar vagyok. Én örülök, hogy ezt a nyelvet beszélem. Én örülök, hogy ott vagyunk Európában, ahol, hogy itt nincs vulkán, itt nincs földrengés, itt nincs cunami, itt nincsenek mérgespókok, meg óriás kígyók, meg kurvanyám. Ez egy jó terület földrajzilag, érdekes történelmünk van, érdekes a népünk eredete, van egy kis misztérium benne. Szerintem tök jó, érdekes kulturális dolgaink vannak, tehát mint a locsolkodás, vagy a busójárás, ezek mind tök érdekes dolgok. Tudok örülni annak függetlenül attól, hogy mit tudom, én nem követek minden sportot, meg minden anyám kínját, hogyha valahol azt olvasom, hogy így magyar ezt, meg ezt elérte, meg ilyen erre, tudjátok, egy picit úgy megbendül így a szívem, hogy magyarok. De tényleg egy olyan, hogy látok valami kurva, mit tudom, egy Marvel filmet, és azt látom, hogy a Special Effects csapatban volt 10 magyar, akkor így egy picit úgy érzem, hogy így. Magyarok, hello. És az, hogy szuszint pár vén fasz miatt, lötyet, pöcsű, korpás, bajszú, vén, anyaszomorító, kommunista, pedofil, geci miatt el kell mennem ebből az országból, mert itt lehetetlen dolgok történnek, ez számomra nonsense és szomorú. És az a helyzet, hogy tudom, hogy máshol sincsen kolbászból a kerítés, és sehol nincs egy olyan ország, ami tökéletes. De máshol ilyeneket nem enged meg a nép, mint ami itt nálunk van. Szintén egy olyan dolog, napokig tudnék nektek erről beszélni, meg csak mondani, de az a baj, hogy én eljutottam egy olyan pontra, mert én tényleg nagyon temperamentumos nőszemély vagyok, én eljutottam arra a pontra, hogy én már így... Kisebben hangosan mondani, mert jön a tagba, az meg holnap. De hogy itt nem demokratikus választások lenne szükség, nem azért belelőni őket a Dunába, aztán úszon amerre tud. Tehát, hogy itt már nem arról van szó, hogy Orbán helyett kit kéne odarakni, akik vannak, mert a választék elég, mindegyiket fejbe lőni, elásni, azt menni tovább. Újak kellenek, frissek kellenek, fiatalabbak kellenek. És itt a fiatal az gyakorlatilag nem a 70, hanem az 50, tehát hogy mondjuk egy 40-eseket, 30-as 40-eseket nem lehetne oda baszni a parlamentbe, akik mondjuk nem voltak kommunisták, meg nem akkor nőttek föl, meg hasonlók. Tehát, hogy új szemléletre lenne szükség, meg arra, hogy Magyarországon legyen rendes vitakultúra. Tehát ami
És nem véletlen, nem is akarom jobban belártani magam itt a politizálásba, mert csak fölbasz. Fölbasz. Tehát az ami... Nem mindegy. Nem is mondom, szimplán csak fölbasz, ami itt megy. Hogyha elmondok egy rendes, megalapozott véleményt, és megkérek egy fideszest, hogy légy szíves erre válasz, hogy nem fog. És ez máshol nem történhet meg. Nem történhet meg az, hogy a kormány fizet influencerek, ugye megafonosokat, akik egymás farkát szopkodják, érted, mert az kurva férfias, hogy hazudjanak. Photoshopoljanak képeket, és hazudjanak. Tehát Sztálin csinált ilyet. Komcsik csináltak ilyet. Tehát ezt folytatjuk, és erre mondjuk azt, hogy itt ez a jó, és ez a követendő példa. Mi a fasz? Mi a faszról beszélünk? Na mindegy. Nem bírom. Helgi Szabi kérdezi. Az új éves videódban mondtad, hogy szeretnél letenni egy francia középfokú nyelvvizsgát, hogy haladsz a franciával, és hogy hogyan tanulom. Eltehet egy hónap ebből az évből, és szerintetek leültem-e tanulni francia? Nem. Köszi Szabi, köszi. Tudom, hogy én kértelek meg benneteket, de attól még szarul esik, de köszönöm. Egy dolgot csináltam, vettem tankönyvet. Én úgy döntöttem, hogy az Allons-y Plus-t fogom megvenni. Ez egy 4 tankönyv munkafizet párosból álló sorozat. És az első könyv A1-es szintig, A2, A2-es, A3, B1, B2, tehát mire mind a négyet megcsinálod, egy középfokú nyelvvizsgával egyenértékű tudás lesz a kezedben, és el tudsz menni nyelvvizsgázni. Most már tényleg neki fogok kezdeni, mivel nekem van előképzettségem egy jó pár év, ezért valószínűleg itt az A1, A2 az csak inkább egy ilyen ismétlés, hogy is volt az, emlékeket hozzunk elő, mert én úgy gondoltam, hogy ilyen negyed évente megyek a könyvekkel, és ugye decemberig végzek, de valószínűleg ez az A1-A2 azért ez gyorsan fog menni, főleg a nyelvtannal kapcsolatban kell nekem egy kis frissítés, mert az hagyjuk. Meg amikor én tanultam, nem értünk a tankönyv végére, és nem tudom én miből tanultam, annól azt tudom, hogy a TGV vonat volt az elején, kék volt. De hogy annak mi volt a neve, nem így nézett ki, mint ez, most nem tudom. Úgyhogy én ezt fogom megvenni, ehhez van mindenféle hanganyag, letölthető a netről, tehát oké, van hozzá CD, mi a fasznak, semmi nincs, amire beolvassam, de hogy online is fel vannak ezek a dolgok. Lehet, hogy le lehet torrentezni, nem mondom, de én szeretem ezt a kitöltöm, mint ahogy ott vagyok a nyelvvizsgán is ki kell tölteni, vagy amikor ott voltam az órán is ki kell tölteni, és utána piros tollal ellenőrzöm, tehát én ezt szeretem magamnak, mert így vissza lehet nézni, és hát azért eléggé vastag. A Videnikő rengeteg ilyen könyvet írt, az ő nevében nagyon-nagyon sok ilyen francia tankönyvet meg gyakorlót lehet megtalálni. Hogyha olyan nyelvet tanulnék, ami semmi, abszolút semmi előképzettségem nincsen, akkor fizetnék egy nyelvtanárt egy 1/1-es oktatásra, mert nekem ez a többen vagyunk, ez nem jön be, már csak azért sem, mert a tanár figyelme megoszlik, és nem tud koncentrálni ugyebár így mindenkire, és nekem pedig fontos, hogy rám koncentráljon, és segítsen, és beszélgessünk, és hogy legyen beszédközpontú a dolog, de így, hogy már tanultam nekem így a tankönyv, meg magamtól, meg az internetről elég lesz. Még Alcsai kérdezi, felszoktak-e engem ismerni Szegeden? Ha igen, hogyan reagálom le? Milyen élményem van egy-egy ilyen alkalommal? Szoktak? Nekem ez még mindig furcsa. És ez azért furcsa, mert én nem érzem magam ilyen influencer, meg celeb, meg ilyen faszomságoknak. Tehát a barátságon belül persze szoktunk ezzel viccelni, hogy én vagyok a celeb, meg a youtuber, meg mit tudom én. Most is a munkahelyemen egy páran látták, hogy fókuszcsoportban egyik videójában Ádám kiemel, és írtak, hogy úristen, benne voltam, láttad? És akkor így rájöttek, hogy te amúgy youtubozol? Én nem szoktam ezt reklámozni, tehát nem így megyek egy új helyről. Sziasztok, Móni vagyok is youtuber. Viszont mind a két oldalát látom, meg megélem a dolgoknak. Tehát én is imádok embereket, akikkel úristen, hogyha találkoznék, akkor átmennék én, úristen, te vagy a kedvenc videósomba. Szóval tudom, hogy ez valószínűleg nektek milyen lehet az én irányomba. Viszont mivel én nem vagyok így elszállva magamtól ezzel kapcsolatban, én nem úgy megyek az utcán, hogy amúgy te nem tudod, hogy én ki vagyok, mert ki vagyok, és senki. Én senki. Viszont teljesen normálisan szoktatok odajönni hozzám, tehát hogy nem emlékszem olyanra, hogy az ciki lett volna, vagy kínos, vagy creepy, vagy bármi hasonló, tehát hogy tényleg nagyon rendesek vagytok, nagyon cukik vagytok.
Meg szoktak benneteket ölelgetni, ha láttok nyugodtan, a fejem ne tévessze meg senkit, nagyon erős resting bitch face-szel szoktam menni, meg vak vagyok, tehát így nagyon előre koncentrálok, meg fáradt vagyok már nap végén, azt csak így megyek előre, úgyhogy nyugodtan ordítsatok, integessetek, gyertek oda, nem harapok, de hogy én nem érzem magam én nagy baszizdásznak, tehát hogy... Ja, meg hát a másik, hogy kommentet is kapok ezzel kapcsolatban, hogy a véleményem az fontos valakinek, meg fölnéznek rám, meg ilyenek, és ez egy súly, ami nyomja az ember vállát, tehát hogy valaki ezt felvárról veszi, én ezt nagyon komolyan veszem. Hirtelen attól, hogy nem vagyok egy, nem tudom, a legnépszerűbb, meg a legízésebb youtuber. Vannak olyan emberek, akiknek az én véleményem lesz az etalon, vagy a kiinduló pont, vagy egy nagyon fontos dolog, és pontosan ezért én szeretnék igyekezni, hogy ezt ne csesszem el. Tehát, hogy se a viselkedésemmel ne csesszem el a dolgot. Én nekem nincs itt egy ilyen online személyiségem, tehát én ilyen vagyok a valóságban, nem is akartam valaha, hogy én ilyenben mondjuk hazudjak nektek. Az, hogy vélemény nyilvánítok, és ez másokat befolyásolhat, ezzel nagyon-nagyon óvatosan kell bánni, és vannak olyanok, akik ezzel nem bánnak óvatosan, és bennem amúgy van egy ilyen félsz, hogy mi van, hogyha a véleményem valakit mondjuk radikalizál, vagy olyan dolgot tesz, vagy mond, amit én így nem akarok, csak valahogy ez jön lamonni, tehát hogy itt van egy súly, ami nyomja az ember vállát ilyenkor, és én nem akarom ezt a bizalmat, nem tudom így elszarni. Piátis kérdezi, lehet, hogy basic kérdés, de miért kezdtél el videózni? Ez egy vicces sztori. Amikor én sminkes videósként kezdtem, és amikor én sminkelni tanultam, én a YouTube-ról tanultam meg, viszont habár most nem látszik, de én az ilyen sokkal színesebb, ilyen Instagram smink jellegű dolgokat szerettem. Viszont Magyarországon nem nagyon találtam ilyen content kreátort. Két YouTubert követtem akkor, akik hát akkor még beauty, meg divattal foglalkoztak, most már nem. Az egyik a Viszkok Fruzsi, a másik pedig a For Her Blog Szandrája. És én azt láttam mind a kettőnél, hogy ugyanazokat a barna basic, meg rózsaszínes minket csinálják, és imádják, és több tízezre megnézik, és 100 000 követő, meg mit tudom én. És hogy így, ez nekem is benne, hát ez mi a lófasz? Hogy így szerettem a tartalmaikat, de a sminkes tartalmuk az nekem ilyen barna-barnával. És így nem értettem, hogy ez mi a fasz. És elkezdtem csinálni, és nem ilyen egyszerű a téma, mint ahogy látjátok. Borzasztóan nem ilyen egyszerű, mint ahogy én azt elképzeltem, mert én tényleg úgy gondoltam, hogy mivel nincsen színes, minkes videós a magyar YouTube-on, ezért na majd én mekkorát be fogok robban, és mennyire jó lesz, és majd cégek fognak ilyen felkeresni, és majd kapok ilyen cuccokat, és majd itt izé, aha. Aha. Nem. Úgyhogy ez egy vicces dolog, úgyhogy köszönjétek meg nekik, mert miattuk kezdtem el videózni. Mondom, most már se a babamama, se a lifestyle nem az én stílusom, ezért nem vagyok már rájuk feliratkozva, de ők indítottak el ezen az úton. Marta Frug kérdezi, szerinted, mint történész, melyek a jó történelmi adaptációk, amik a legközelebb állnak a valósághoz? Három ugrik be mindig rögtön, hogyha valaki ezt a kérdést felteszi, mind a három sorozat, és ez azért van, mert egy film az túl rövid. Oké, hogy manapság 3 órás már egy film, én se bírom ki egy pisi szünet nélkül, de mégis nagyon rövid ahhoz, hogy rendesen körüljárjon egy adott dolgot, hiszen az a baj a történelmi filmekkel, a jó történelmi filmekkel, hogy hosszú, vontatott, unalmas. És az azért van, mert a történelem az nem olyan akciódús, mint ahogy mi a filmeket megszokjuk, hogy mindig van valami, mindig történik most szex, most csata, most gyilkosság, most csók, most izé, és akkor így hú, milyen kurva izgalmas, hanem háttérszálak, meg politika, meg mit. Tehát, hogy azok nem feltétlen tudnak izgalmasak lenni így, egy mozivásznon. És pont ezért jó és alkalmas egy történelmi esemény, vagy bárminek a feldolgozására sorozat. A 8. Henrik például egy ilyen, apával kezdtük el nézni, ő azt mondta, nem bírja, hogy geszire unalmas. Én 2 percenként fact-checkingeltem azt a sorozatot, és teljesen megállja a helyét, ki az utolsó jelenet az utolsó részben. Én attól kivultam, mint állat, értem, metafora, értem, de a fasznak, mindegy. De az például egy nagyon-nagyon jó sorozat. A 8. Henrik feleségéről szól meg, hogy miért cserégette le őket állandóan. Akkor a most futó, a Corona, The Crown is nagyon jó. Habár azért
felfeltűnik benne az a dolog, amit a Netflix nagyon szépen próbált azért kikerülgetni, de ugye amíg másik Erzsébet élt, addig nem volt bajos sorozata, amíg nem jutottak el Diana hercegnőig. És ott már egy kicsit ilyen csúnya nézés volt, hogy na ezt a részt, ezt a halált, ezt hogy szeretnétek itt előadni, hogy itt mi történt. Még nem néztem meg az utolsó évadot amúgy, úgyhogy nem tudom, hogy még hogy mennyire... Tehát, hogy ugye Diana halála körül rengeteg kérdés merül föl, hogy mit meg lett-e rendelve, mit merre, úgyhogy ezt még nem néztem meg, hogy ebből a szempontból, hogy dolgozták föl, de hogy ott tudom, hogy másik Erzsébet ez annyira nem tetszett neki. Na most, hogy már meghalt, már mindegy, csak addigra már leforgatták a sorozatot. A harmadik pedig, ami szintén nagyon jó, és ugyanígy fact-checkingeltem azt is, a Chernobyl, ami nem új, HBO-n lehet megnézni, viszont Chernobyl-i atomkatasztrófa az a szülinapomra esik. És mivel ezzel szopadtak engem anyámék, ezért nagyon utána néztem tehát szerintem az első ilyen történelmi esemény, amit már 10 évesen fejből tudtam. És ettől függetlenül, hogy pontosan tudom, mi a tosz fog abban történni, annyira izgalmas volt, hogy rendesen izgultam. Izgultam. Vajon tényleg megtörténik a katasztrófa? Vajon tényleg meghalnak ott? Pedig tudom, hogy igen. Hát bazd meg, hát hogy ne tudnám, hogy igen. De mégis izgultam, és kurva jó az a sorozat. Rendesen végig tudom izgulni, és ez talán, nem tudom, 8 epizódot így leültem, azt megnéztem, aztán elment egy munkanap. Zseniális, tehát ez a három szerintem, ami nagyon-nagyon jó. Aliznek kérdezi, jobban vagy a mostanában lelkileg? Nem. András nagy. Félsz az öregedéstől? Nekem 21 évesen sokat jár a fejemben, te viszont fantasztikusan nézel ki, köszönöm szépen. Én már nem félek, mert pontosan tudom, hogy hogyan fogok kinézni. A helyzet az, hogy én annyira kiköpött anyám és nagyanyám vagyok, hogy ha arra vagytok kíváncsiak, hogy anyám milyen lehet, ilyen. Ilyen. Csak neki göndörhajom. Ennyi. Ennyi a különbség. A fejem, ahogy hangsúlyozok, ahogy mutogatok, ahogy magyarázok, ahogy bármi, az anyám. Pontosan tudom, hogy nekem ez a rész itt, ez mint a kis buldog, így le fog jönni, így lesüllyed. Úgyhogy legalább már tudom, hogy majd mire készüljek föl. Miatt nem félek tőle. A másik ok pedig, ami csak egy pár éve tudatosult bennem igazából, mert hát fiatalon, a legtöbb fiatal lenni, úristen, nem akarok ráncos lenni, mert én is figyelj. Magyarországon az öregasszonyok hát szarul néznek ki. A legtöbb az ráncos, görbe, otthonkás, fejkendős, jön a banyatankkal, senki nem akar úgy kinézni. És néha nekem is azt mondja, hogy hú, bazdmeg, meg fogok öregedni, ez hogy fogok kinézni, bazdmeg, nem hiszem el. De, tudatosítsunk magunkban, hogy megöregedni privilégium. Nagyon sokan nem fogják elérni az öregkort, sajnos. Nagyon sokan nem fogják elérni, már a felnőtt kort sem. Úgyhogy, amikor ebbe belegondolsz, hogy te azon fosol, hogy jaj, ráncos lesz a homlokon, meg jaj, itt a mosolyvonalon milyen, míg más örül, hogyha betöltheti a 25-öt, akkor úgy valahogy éreznünk kell, hogy az egy picsogás a javából. Ha fiú vagy, ha lány, teljesen mindegy. Ugye a lányoknál van egy ilyen extra társadalmi dolog, hogy betöltöd a 35 vén vagy, meg lecserélnek egy fiatalabbra, meg ez a tipikus, hogy idősen, hogy nem tudsz rendesen megöregedni, mert tölteted magad mindenféle filterrel, botoxod, de hogyha természetesen megöregszel, de pont olyan a genetikát, hogy szarul nézel ki, akkor meg elhanyagoltad magad, meg hogy nézel ki, meg ronda vagy, meg jaj, bezzek 20 éve még kivertem rád a faszom, de most már nem bírom, tehát hogy van egy ilyen gyönyörű kettős mérce, meg biztos hallottuk, hogy a férfiak azok úgy öregednek, mint egy jó bor, a nők meg mint a tej. És akkor vonjuk le a következtetést, tehát hogy természetesen már fiatal korban ezt a lányokba egy picit belőlik, viszont az privilégium, hogy megöregedhetsz. Minden egyes nap van egy olyan ember, aki nem fogja megérni az öregkort, úgyhogy örüljünk neki. Végezetül balattoni szúnyog kérdezi, milyen játékokkal szoktál mostanában játszani, mi a kedvenced? A Genshin Impact. Figyelj, ahogy most ezt a videót felveszem, 4.4-es patch van, Chenyuvel most jött ki, ott még nem tartok. Viszont minden más. Figyelj, aki érti, érti, aki nem, meg annak köszönöm szépen az eddigi figyelmet. Minden, azaz minden területem 100%. És nem ez a játékon belüli map 100%, hanem interaktív map 100%. Tehát, hogy minden quest, minden láda, minden puzzle,
minden rejtett chest, minden, az összes kulusz, az összes... Fel van szedve. Tehát, hogy ha nem jön ki új terület, akkor én nem tudom mit főfedezni, mert nincs. Sehol. Sivatag is maxos. Fontén is maxos. Mindenem is maxos. Mindenem is maxos, borzasztó. Jelenleg csak 10 karakterem nincs meg, amiből 2 4 csillagos, 1 meg a standard bannerem van. De hány karakter van most kint? 50? Kerekítsünk. Mondjuk azt, hogy 50 karakter van kint. 60 van kint, és abban mondjuk 50 van meg. Annak szerintem 70%-a 90-es, tehát max szintű, max fegyverrel, maxos fasza artifektekkel. És én úgy buildelek most, hogy az 5 csillagosoknak az ultia az koronás, a másik pedig az utolsó előtti szint, 4 csillagosoknak meg mindegyik utolsó előtti szint. Mindent kihorgáztam. Fú, de utalak horgászni. 10-es vagyok TCG-be. Figyelj. Tudod, van ez a mondás, hogy touch some grass. Ember. Nekem erdőt kéne simogatnom, érted? Nem csak így megfogdasnom a füvet, oda menni, kimenni az erdőbe, azt így végigölelgetni a fákat, hogy lássuk egy kis természetet. Borzasztó vagyok. És amikor kijön egy-egy új nagyobb patch, akkor ott vége van. Tehát amikor kijött Fontaine, akkor pont még munkanélküli voltam, és tökre örültem neki, mert én lepecseltem reggel, és estig csak az. Pisilni álltam föl, elfelejtettem enni. Mert hogy annyira benne vagyok a játékban, és hogyha nem tudok itthon lenni, valamilyen okból kifolyólag, mikor egy nagyobb fontos patch van, se Facebook, se Insta, se TikTok, nehogy valami léket lelőjek magamnak, mi benne van a játékban, mert majd én megcsinálom. Szóval borzasztó. Borzasztó vagyok, de nagyon szeretem ezt a játékot, nem tudom miért. Az összes játékbeli könyv ki van olvasva, az artifekteknek a cuccit elolvastam, tehát hogy nagyon benne vagyok a lore-ban, de pont ezért tetszik, hogy egyrészt ilyen kis gyűjtögetős, meg jók a karakterek, meg lehet buildelni, meg tök jó tímeket összerakni, de maga a sztori az annyira összetett és mély, és olyan egyszerűen, meg olyan kis aranyosan kezdődik, és ahogy mész bele, annyi rétege van, és mindenféle vallásból vannak benne dolgok, és nem mindig csak a sztoriból jön ki a teljes lore-ja a játéknak, hanem tényleg ilyen könyv, amit így főveszel. És eszedbe sírt elolvasni, csak ott van a táskádban. És egyszer csak elolvasod, és azt mondja, baszd meg! Úristen, most olyan dolgot mondtak, hogy így... Oh! Tehát, hogy elképesztő, hogyha akartok jó Genshin lore videóst nézni, akkor az Ashikai-t tudom ajánlani. Szerintem ő jelenleg az egyik legjobb. Nagyon mélyen, nagyon jól összevágva, referenciák után kutatva, nagyon jól összeköti a szálakat, érdemes megnézni. Nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Zseniális ez a játék, de kell hozzá elköteleződni is. Ha most elkezded, akkor nyakadba fog szakadni egy csomó sztori, meg egy csomó quest, meg egy csomó terület, és nem mindegy, milyen sorrendben csinálod, mert akkor elbaszod így a történet szálat, és nem fogod érteni, hogy mi a tosz van. De akkor meg érdemes megnézni a itt olyan ilyen összefoglaló videókat TikTokon is lehet látni, úgyhogy igazából ennyi volt a Genshin Impactből, mert ha ennyitől nem akarsz elkezdeni játszani, akkor sem ennyitől, ingyenes, úgyhogy nyugodtan. Úgyhogy igazából ennyi volt már ez a mai videó. Köszönöm szépen a kérdéseket, és nagyon remélem, hogy most már harmadjára jó lesz ez a videó, mert ha nem, én már nem veszem föl negyedjére, már leszarom, akkor majd írás meg válaszolok mindent. Viszont, hogyha nem szeretnél maradni a többi, hasonlóan összeszedett videómról, akkor pedig iratkozz fel a csatornára, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!